Műsorunk támogatója a Dr. Róz Magánkórház. Manapság egyre több embernél diagnosztizálnak inzulinrezisztenciát, de rengeteg kérdés és tévhit kering ezzel az anyagcserezavarral kapcsolatban. Doktornő, mit nevezünk egészen pontosan inzulinrezisztenciának? Az inzulinrezisztencia alatt a köznyelv kicsit mást ért, mint amit az orvostudomány. Tehát az endokrin könyvek, vagy ebben a belgyógyász könyvek, azok azt mondják, hogy az inzulinrezisztencia az már egy komoly anyagcsere zavar, amiben nem csak a szénhidrát, hanem a zsír anyagcsere is károsodik, baj van a vérnyomással, túlsúlyhoz vezet, és aztán ez tulajdonképpen egy további új betegségeket generál. Milyen tünetei vannak az inzulinrezisztenciának? Mi az, amikor elkezdhetünk gyanakodni, hogy valami nem stimmel az egészségünkkel? Jelentkezhet teljesen tünetmentesen is, tulajdonképpen más miatt fordulunk orvoshoz, és akkor derül ki. Tehát persze vannak típusos tünetek, az, hogy aránylag nagy mennyiségű evés után megint éhesek vagyunk rövid időn belül, vagy lehet az, hogy állandóan éhesnek érezzük magunkat. Vagy az, hogy egy idő után szörnyű éhség tör ránk, és ilyenkor zömmel édesség után vágyakozunk. Sőt, mindehhez kézremegés, izzadás, idegesség, feszültség is társul, vagy indokolatlanul vagyunk fáradtak. Vagy az is lehet, főleg amikor ez kezd kialakulni ilyen fiatalkorban, hogy változatlan életvitel mellett hirtelen, rövid idő alatt nagyon sokat tudunk fogyni, vagy hízni is akár, úgyhogy nem teszünk semmit. És nem szabad elfelejteni, hogy tulajdonképpen ez teljesen tünetmentes is lehet, és csak már egy későbbi stádiumba derülhet ki a betegség. Biztos vagyok benne, hogy sokan első pillanatban kétségbe esnek, amikor készhez kapnak egy olyan leletet, amire nem számítottak. Amikor tudják, hogy változtatniuk kell valamit az életvitelükön, a táplálkozásukon. Hogyan lehet jól kézben tartani az inzulinrezisztenciát? Többfajta ok okozza az inzulinrezisztenciát, és ezért mindenkinek magának kell rájönnie az orvos segítségével, hogy milyen módon tud változtatni a dolgon. Tehát lehet, hogy túlsúlyunk van. Fontos tudni, hogy nem mindig az inzulinrezisztencia okozza a túlsúlyt, hanem máshonnan összeszedett túlsúly, az aztán inzulinrezisztencia irányában tol bennünket. Azt, ha folyton túlzottan feldolgozott ételeket eszünk, vagy a cukros ételeket eszünk, nagyon fontos a mozgásszegény életmód. Ami még ugyanilyen fontos, az a stressz. A krónikus stressz, ami hát nagyon jelentősen része az életünknek, és ami ugye az adrenalint és a kortizolt magasabbra tolja, és az mind az inzulinrezisztencia irányába hat, valamint az, hogy milyen az alvásunknak a minősége. Tehát nem elég csak a testi dolgokra tenni, úgyhogy nagyon nagy munka hárul ilyenkor az emberekre. Tételezzük fel, hogy nagyon fegyelmezettek vagyunk. Ebben az esetben megszabadulhatunk véglegesen ettől az anyagcserezavartól? Az anyagcserezavartól feltétlenül meg tudunk szabadulni, de ezért dolgoznunk kell, és folyamatosan dolgoznunk kell. Tehát olyan valóban nem lesz, hogy most jó súlyon vagyok, és mozgok, tehát hogyha most ezt elértem, akkor most pihenhetek. Nem lehet pihenni, mert nekünk is mindig a félszemünket legalább rajta kell tartani a dolgon. Milyen szövődményekkel járhat az, hogyha sokáig kezeletlenül marad ez az állapot? A legfontosabb talán a fiatal nőkben, hogy az inzulinrezisztencia az esetek 2/3-ában policisztás petefészekkel is társul, és ugye ezek a nők hónapokig nem menstruálnak, és nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak teherbe esni, és akkor a vizsgálatok során derül ki, hogy inzulinrezisztenciájuk is van. És ilyenkor van, hogy elég diétázni és nagyon intenzíven mozogni, de ha ezek nem hozzák meg a kívánt eredményt, akkor van, hogy alkalmazhatunk a szénhidrát anyagcserét segítő gyógyszert, amivel a menstruáció is rendezhető, és a nők teherbe tudnak esni. A másik, hogyha nem foglalkozunk az inzulinrezisztenciával, ez csendben megy tovább. És persze a legvége az, hogy cukorbetegek lesznek annak a szövődményeivel. Rovatunkat támogatta a Dr. Róz Magánkórház.